Sziasztok, kedves barátaink! Itt vagyunk nagyon szép helyen Szegeden. Nagyon sok a szúnyog, képzeltek el, már ember leszokta. Viszont szeretnék elmesélni, hogy miért is mi megyünk zenélni utcára, megyünk, sétáljunk, énekeljünk, táncolunk. Ennek mi a fontossága, mi a jelentősége. És gyakorlatilag, hogy ez az éneklés, ez a transzcendentális hangvibráció, ami a tisztítja a karmától azt az embert, aki énekel, és azokat, akik halljanak. És gyakorlatilag az az ember, aki szenved, végső sorba megnézünk, akkor ez karma. Sok gond, stressz, depresszió, betegségek, elégedetlenség, boldogtalanság, ez mind végső sorba karma, és lehet megoldani sokféle módon, és az nagyon jó, de hogyha valaki fog hallani utcán, és kicsit tapsolni a Krisna hívőknek, amikor mennek és énekelnek, akkor nagyon sok karmától tisztulnak. Vagy valaki pozitívan fogadja, vagy valaki énekel, vagy beáll hozzánk táncolni, vagy végigkíséri minket az úton. Ez mind nagyon-nagyon kedvező. Ezért ez egy fontosság. Nekünk pedig, látjátok, a szúnyogoktól egy kicsit muszáj, mert már remélem, hogy 10 kilót már leadtam, én nagyon szívesen 10 kilót leadnék a szúnyogoknak, feláldozni, legyenek ők is elégedettek. Szóval nekünk ez azért is jó gyakorlat, mert mi együttérzés gyakoroljunk, és végül Krisna tudatnak, az elmének a lemondása, ez a másoknak a jóról gondolni, mások javára. És ez is egy cselekvés. Szóval egy szemszögből mi megyünk és énekeljünk, dicsítjünk az Urat, Istent, és mellette próbáljuk gondolni nem saját magunkról, hanem másokról, mások javára, ne szenvedjenek, svastastu, svasti, hogy mindenki legyen békés, mindenki legyen elégedett, a világban legyen béke, és a szívünk legyen érzékeny mások élőlények felé. Ez is egy párhuzamos gyakorlat nekünk, még meditáció is. Ugye a Hare Krishna mantra, ez egy meditáció, és képzeljétek el, úgy is lehet meditálni, hogy megyünk, énekeljünk és táncolunk, és így meditálunk. Csatlakozatok ti is hozzánk. 2 hét múlva Szegeden folytatjunk. Megint elmegyünk a a Tisza partról indulunk, ott megyünk a múzeum előtt, a Széchenyi tér, Kárász utca, Dugonics tér, és ugyanúgy vissza. Köszönjük szépen, várunk benneteket szeretettel. Hare Krishna!